Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy kis Warframe karakter bemutató, ezúttal az Börva és Ember karakterrel foglalkoznak, ahogy magyarul mondanák, a kislányal, aki képes mindent tűzbe borítani, minden képessége arra van kitalálva, hogy sebzést okozzon tulajdonképpen, és ezt hihetetlenül effektíven teszi. Az egyetlen probléma az ember karakternek, hogy magasabb szintű küldetéseken, ahol az ellenfeleknek magasabb a páncélzata, ott már a képessége nem képesek teljes mértékű sebzést okozni, ezért Gyakorlatilag a fantázián kommunik, hogy hogyan kombináljuk a képességeket, illetve hogyan kombináljuk ezt a kardozással, lövéssel a képességeket akkor magasabb szinteken is képesek vagyunk megfelelő eredményeket elérni. Amire viszont tökéletes, és bármilyen szinten el lehet vinni, az az Infestation játékmód. Ha magasabb szinten van mellette egy, egy nagyon jó szuper, support karakter, mint például a Trinity, aki képes energiával ellátni ugye a társait, akkor gyakorlatilag az ember megállíthatatlanul, elpusztíthatatlan lesz minden szintű Infestation játékban. És... Foglalkozunk akkor gyakorlatilag az embernek a képességével, melyik képessége, mit tud. Ember első képessége egy ilyen kamehame-szerűség, egy tűzgolyót lő ki gyakorlatilag a kezéből. Alacsonyabb és középszinteken ez több ellenfelet is leterít, de... Magasabb szinteken egy jó szó bele kell lőjél egy ellenfélbe ahhoz, hogy leterítsd, vagy neten rá kell segíts a kardoddal, de alacsonyabb és középszinteken egy effektív uh, rendszer, amint látjátok, azért nagyon hatékonyan lehet vele leteríteni az ellenfeleket ember második képessége egy aféle vakító tűzhullám féleség, ami nagyon jó kombinálható az első, második, illetve harmadik képessége, Mint látjátok, hogy megvakulnak az ellenfelek, és utána az első tűzgolyóval gyakorlatilag nyugodtan le lehet szenni, vagy be lehet fejezni a folytatás, vagy nagyon jól használható menekülési helyzetekre. Nem beszélve arról, hogy ez a képesség megnöveli a tűzfegyvereknek a sebzését, és az én képet, tehát az ember képességének a sebzését is. A harmadik képessége tulajdonképpen egy aféle tűzgyűrű. Mondhatni, hogy az egyetlen defenzív képessége, viszont nagyon-nagyon hasznosan jön infestation ellen például, főleg defense missionökre. Leraksz egy ilyen tűzgyűrűt, és tulajdonképpen egy, aki átjön ezen a tűzgyűrön sebzés kap, nem beszélve arról, hogy magasan spemelhető és a megfelelő energiád van, akkor végig rakhatod az egész pályát ilyen tűzgyűrükkel, nem beszélve hogy amikor a föld, földbe csap és kijön a tűzgyűrű egy hullámban, egy nagyobb tűzgyűrű végig megy a pályán, ezáltal sebzést okozva. A legnagyobb ezzel a képessége, hogy a korpusz és a grinnél nyugodtan lövöldözik még mindig rád távolról tulajdonképpen, úgyhogy ezt a képességet leginkább defenzíven és defenzív küldetéseken lehet jól kihasználni, viszont a Ultimate képessége gyakorlatilag a legjobb minden szituációra, azt kell, hogy mondjam. Ember ultimate képességet tulajdonképpen megállíthatatlanná teszített. Közép és alacsony szinteken, ha ezt a képességet ellövöd, akkor ez fog történni, amit itt láthattok Gyakorlatilag nyugodtan sétálsz a pályán, amíg mindenki ellensik előled, mert mi más történik, mint egy tűz, eső. És hogyha megfelelően van modolva, akkor ezt nagyon széles körben tudja tenni, uh, megtenni, és amerre mész, gyakorlatilag ez a tűzeső előtted és mögötted követ, és egyszerűen tarolsz vele, úgyhogy ha ölésről van szó, tulajdonképpen ez az a képesség, amihez ragaszkodnod kell, bekapcsolod, és ahogy mész előre, gyakorlatilag mindenki elesik előtted, vagy ha nem esik el, akkor odamész, és egy uh, kardvágása képes vagy uh, véget vetni az életének. Nos, ezek lennének az ember képességei, mondom, hogy teljes mértékben támadó uh, képességekről uh, van szó, most viszont nézzünk egy kicsit, hogy azért uh, milyen az ember hogy úgy mondjam, kinézetre, mert természetesen, mint minden karakternek, neki is vannak több sisakjai, nem beszélve be arról, hogy van egy úgynevezett ember prime nevezetű lény is. Az embert megszerezni jelenleg a Saturn Tetis nevezetű küldetésen uh, kell, de azt kell, mondjam, hogy készüljetek fel, mert egy kemény uh, bossfightot fogtok kapni, akkor fogtok igazából kapni egy kemény bossfightot, hogyha... Nem egy megfelelő erősségű, vagy erre a feladatra megfelelő boss fogtok vinni, mert akkor nagyon könnyedén fogtok elhullani, mert az itt található boz gyakorlatilag tűz rendelkezik, és széles mértékben képes uh, azokat alkalmazni, úgyhogy készüljetek fel egy erős karakterrel, vagy egy láthatan, láthatatlan, karakterrel, sok lőszerrel tulajdonképpen, egy Lokit javaslok erre a missionre, vagy egy, uh, vagy egy rínót. Az embernek természetesen vannak nagyon jó kinéző uh, sisakja is például, amit csak és kizárólag alert missionökön lehet elérni, amit láthatjátok. Uh, ők uh, lennének azok uh, nagyon jól néznek ki. Azt kell mondjam, hogy az alapsisak azért annyira nem nagy szám, jól néz ki vele az ember, de de a többi is sokkal jobban néz ki. Ő lenne az ember Prime változat, amit csak a Voidban tudtok elérni. Tower 3 extermination ön dobja a, 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 az alkatrészeket hozzá tulajdonképpen, és a Blueprint-et, szóval egy jó 20-30 percet ki kell bírni ahhoz, hogy elkezd megkapni az ember karaktereket. A Prime-hoz a Prime felrakhatod a többi sisakot is, és úgy is vihetett, csak nagyon olyan furcsák, tehát tulajdonképpen mindig ezt a nagyon-nagyon gizda és uh, sisakot, szoktam használni. Az ember Prime egyszerűen az egyik legjobban kinéző uh, karakter az összes közül, azt kell mondjam, hogy A modulás tekintetében érdemes rá koncentrálni a az erejére. Tehát az embernek az erősége az erejében van. Uh, érdemes rárakni a redirection hogy legyen shieldje, de mindenképp ott kell legyenek az erőt erősítő modok, mint a, a constitution, continuity, flow, uh, stretch. Tehát ezeket a modokat érdemes beszerelni és rágyúrni az embernek. Uh, arra a részére, hogy erő, erő, minél erősebbek és hosszabb távon tartó ereje uh, legyen. Amit láthatjátok, Saturn te, uh, tetés, csak most jelenleg ott egy infestation játék is volt, ott lehet elérni az embert. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett, hasznos volt, és ja, következő Warframe videóig, sziasztok!